Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit innen a 6. Alcatraz kupáról levelekről. Vasárnap érkeztünk meg. Elég hosszadalmas volt a húzás, mert van, aki később érkezett, valakinek az autópályán problémája volt, tehát hogy mindig volt valami olyan dolog, ami így késleltette az egésznek a húzásnak az időpontját. Tehát azért az is megszületett, Ricsi, a húzásról egy kicsit, ugye, mert neked azért erről van egy kis hozzáfűzni valód. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Hát igazából én mondtam a Lacinak, hogy a sorsolásnak azt a részét magamra tudom vállalni, hogy a húzási sorrendben elég jót tudok húzni. Ezt bizonyítottam is, ugyanis elsőnek tudtunk húzni. Méghozzá Laci kihúzta a 9-es helyet. Hát aminek igazán örültünk is, mert minden már azért nyertek versenyeket, úgyhogy próbáljuk minél jobban meghorgászni a területet. Elég szűkös a hely, tehát nagyon be vagyunk korlátozva. Kicsit sok ez a csapat ide, de hát most ez van egyelőre, ezt kell megoldani. Úgyhogy próbáljuk a maximumot kihozni mindenből, amit tudunk. Hát a csalizásról, meg az egésznek a felépítéséről mi amúra készültünk igazából, azt megmondjuk. Picit lebegtetett csalikkal operálunk, mert próbáltunk egy pontyos etetést is csinálni, de fogtunk róla pontyot, de elég kicsik voltak. Ugye a súly azért az meg nagyon meghatározza ennek a versenynek. Na, hatalmas amúrok vannak benne, úgyhogy próbáljuk inkább az amúrokat megfogni. Igen, mint hogy mondja a Laci is, ugye, hogy megpróbálkoztunk ugye a pontyot is becserkészni. Ez nagyjából ilyen 2 napig ment is, de túl nagy luxusnak tartottuk, hogy 4 meg 3,5 kilós pontyokra egy botot bent tartsunk, úgyhogy most már mind a 4 bottal átálltunk az amúrra, mert nagyobb esélyt látjuk annak, hogy jobb testű amúrokat fogunk, mint hogy jobb testű pontyokat. Úgyhogy a pontyozást azt föl is adtuk a 3. nap. Eléggé nehéz ugye, mert közben elkezdődött egy ívás is. Az első napokban ugye az összes halszinte nem volt a sekély vizen. Ugye mi középvizen vagyunk, ez ugye azt jelenti nagyjából, hogy ilyen 2-220-as víz van itt előttünk átlagban. Úgyhogy mi még közben azért csipkedtünk is elhalakat, tehát azért tudtunk fogni innen-onnan, de a mély víz az például az napokig állt, tehát úgyhogy 2-3 napig egy darab halat nem fogtak volna. Úgyhogy egy kicsit azt mondom, hogy szerencsésebb helyzetben is vagyunk. Igen, igen. Bár ugye mi a visszatérve így a pontyozásra, mi azért bíztunk abban, volt egy gyenge hidegfront. Hát mi erre építettük ugye a stratégiát, hogy akkor ha jön egy hidegfront, akkor az inkább nekünk a pontyra fog jobban kedvezni, de nem, tehát ez nem így történt meg. Viszont így, hogy ráálltunk az amúrra, nem azt jelenti, hogy nem fogunk pontyot. Tehát ugyanúgy megfogjuk a pontyot is, de kifejezetten a pontyos etetésről amúr nem érkezett. Én most vagyok itt először. El tudnád nekem mondani, hogy a Baitmakernek milyen szerepe van itt a versenyen? Igen, a 6. Alcatraz kupán Mikuza Zsoltival azt beszéltük meg, hogy szeretnék indítani egy vándorkupát, ami maga a Baitmaker támogatja. Tehát 3-szor kell megnyerni az valakinek, hogy saját birtokába verse a csapata, de ugye ez egy, mivel egy vándorkupa, remélem, hogy az embereknek a nagyobb mennyisége, tehát mindig visszatérő versenyzők lesznek, hogy ezt a kupát ezt el tudják saját maguknak tulajdonítani a kis csapatuk részére. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés lesz. Meglátjuk, hogy kinek sikerül hazavinni véglegesen ezt a kupát, de legalább 3 évnek el kell, hogy teljen. Úgyhogy hajrá mindenkinek! Ahogy én láttam, ez egy 80-90 centis kupa, úgyhogy otthon, aki meg fogja nyerni, biztos, hogy lejjebb kell, hogy tegye a polcot, mert ilyen kupa nem nagyon szokott előfordulni versenyeken. Én még annyit hozzátennék, hogy én láttam a sorsoláskor, hogy ez nem csak egy kupa. Hát igen, nem csak egy kupa, mert azért mi még itt hozzátettünk a Big Fish díjhoz is egy elég komoly összeget. Így szépen, jól emlékszem most már talán, úgy emlékszem, hogy ilyen 200 vagy 300 ezer forint környéke a Big Fish díj. Plusz termékekkel támogatjuk még a különböző szektor, akik elérik a szektor, vagy első 3 helyezéseket, a topba is ugyanúgy bele, top 3-ba is ugyanúgy adunk hozzá kis terméket.
Ugye itt vagyunk a 9-es álláson, ami annyit jelent, hogy mi középvizet húztunk, ami tulajdonképpen jó is lehet, rossz is lehet. Mi ugye alkalmazkodunk a helyhez, tulajdonképpen nem mondhatni azt, hogy rosszul állunk. Hatnapos ugye ez a verseny? Hatnapos, igen, igen. Hatnapos verseny, negyedik napján vagyunk, kétharmad távon, jelen pillanatban. Hányadikok vagyunk? Szektor 3 vagyunk most pillanatnyilag. Úgy gondolom, hogy elég szoros még itt a 3-4, még az 5 között is a verseny, úgyhogy mindenféleképpen kellenek a halak, az, hogy meg tudjuk tartani ezt a Szektor 3-at. Dolgozunk is rajta, úgyhogy... de nem egyszer. Ahogy én látom, igazából ami minket is megnyugtat és ösztönöz, hogy 2-3 hal megfogása esetén egyből módosulni tud ez a tabella, úgyhogy mi gőzerővel azon dolgozunk, hogy vagy hogy megtartsuk a harmadik helyet, de inkább előre szeretnénk lépni. Verseny közben nem szoktunk arról beszélgetni ugye kifele, tehát nem kommunikáljuk, hogy mi a stratégiánk, viszont teljes mértékben alkalmazkodnunk kell ugye ahhoz, hogy jelen pillanatban nem nagyon akarnak enni a halak. Tehát ez nem csak ránk vonatkozik, nem csak a mi szektorunkra, az egész túra. Próbáltunk ugye bojlit, próbáltunk tigrismogyorót, pop-upokat, igazából ami itt működik most jelen pillanatban, azok a pici pop-upok, amikkel tudunk operálni. Ugye a tigrismogyorós etetésünkre, ugyanúgy hosszabb belőkével, picit agresszívabb belőkével, ezek működnek, tehát relatíve működnek, hát most per pillanat ugye nagy csönd van, de úgy mondom, hogy a halainknak a 90%-át szerintem azért ezzel tudtuk becserkészni. Igen, tehát végig azon gondolkozunk, hogy fekvő legyen a csali, pop-up-pal legyen a csali, vagy csak kikönnyítve a csali. Igazából folyamatosan módosítgatunk, előke hosszúságot változtatunk, tulajdonképpen rajta vagyunk az ügyön. Tehát mindent megpróbálunk annak érdekében elkövetni, hogy megfogjuk ezeket a nagyobb testű halakat, most például inkább az amurokat, úgyhogy frissítsünk egyet.
Hát akkor... Összegezzük a napot. Összegezzük. Hát eléggé érdekes volt ez a mai nap. Kettő darab mérlegelhető halunk volt, egy ponty és egy amúr. Azon felül még volt kettő darab kapásunk sajnos, ami nem lett meg. Úgyhogy kicsit gyengébb volt, de úgy gondolom, hogy azért esélyünk még megvannak, úgyhogy dolgozunk ezzel rajta. Kitaláltunk még egy-két dolgot, próbáljuk ezt megvalósítani. Megy a varja. Egész nap kitartóak voltunk igazából, most volt az előbb egy kapásunk, egy megfogott hal, 9 kilós amúr, de ugye az nem számít bele a versenybe. Meglátjuk, mit hoz az éjszaka. Mi továbbra is rajta vagyunk az ügyön. A mai napot így zártuk, még van 2 nap hátra a versenyből. Mi mindent megteszünk, folytatjuk a horgászatunkat. Én elköszönök tőletek. Sziasztok! Sziasztok!